A Fradi visszatért az Üllői út 129-be, mégpedig egy, a szenzációs ütemben épülő új stadion mellett létrehozott látogatói központba. Fedezzük fel együtt ezt a remek időtöltést kínáló interaktív helyszínt. A rekord sebességgel épülő új stadionunk mellett nyílt egy interaktív látogatói központ. De mitől interaktív igazából ez a központ? Először megmutatnám a teraszt. Van egy fotófalunk, ahol rengeteg játékos látható, rengeteg játékos fotója. Amit tudni kell róla, amiben mindegy formák, hogy ők mind legendák, tehát a Ferencváros legendái. Középen van egy lehetőség, oda állhat bárki, és egy csapatfotón vehet részt. Hát ő a fotófalunk, a névsort most nem sorolnám el, de azért nincsenek rajta nevek, ez is a játék része, hogy a kedves szurkolók fejtsék meg, hogy a képeken kik láthatók. Innen parádés látás nyílik az épülő szentélyre. Hát ez december, tehát idén szerkezetkészen fog állni, és már csak a belső munkálatok fognak tartani. Tehát a kormány biztos úr ígérete szerint itt tudjuk kezdeni a következő szezon. Neked tényleg, aki nap mint nap itt van és láthatja ezt a csodálatos látványt, milyen érzéssel tölt el, hogy tényleg napról napra látható, hogy megvalósul egy gyönyörű szép álom? Hát ugye mindannyian Magyarországon élünk, nem vagyunk hozzászokva az ilyen jellegű, az ilyen sebességű építkezésekhez. Egészen fantasztikus, hogy a történelem részesei lehetünk mindannyian. Én 1988 óta szinte két kezemben meg tudom számolni, hány Ferencváros mérkőzést hagytam ki. Hát egy csoda, tehát ez egyszerűen egy csoda. Bár nekem a régi szentély is a szívemhez nőtt, mégis gyerekkorom óta ott nőttem föl. De hát nagyon mindenki, nagyon várjuk ezt az új szentélyt. Itt van egy rugófal, illetve egy rugókapu, ahol bárki kipróbálja a lövésének a sebességét. Ott van egy kikötött labda, ha bekapcsoljuk a szerkezetet, akkor megméri a lövőjátékos rugásának a sebességét. Eddig 121 volt a csúcs, de szakadatlanul próbálkoznak a kedves látogatók. Parancsoljatok, hogy gyertek be velem, megmutatom a látogatók, ez pont interaktív részét is. Van egy makett, ez az új stadionnak lesz a makettje. A másik oldalról célszerű belenézni, azért hagyták ki ugye a sarkot. Ő az épülő szentély, láthatjuk. Akkor itt látható ugye egy csocsóasztal, stílszerűen zöld és fehér játékosokkal előszeretettel a kedves vendégeink, kedves látogatóink előszeretettel játszanak rajta. Tegnap itt volt a csapat egy forgatáson, és kis Böde Dani, Jóva Levente élet-halálharcot vívtak a csocson, úgyhogy mindenki nagyon szereti. És mi a kedvenc? Okay. A kedvenc a csocsó. A picit idősebbek a Totót is nagyon kedvelik. Itt kialakítottunk több kérdéssort. Egy ilyen Totó játék alapon működik, 13 plusz egy talál. Aki tejtalálatot tölt ki, az ajándékot kap. Ami még tud mutatni a 3D-s felvétel, ez egy 3 perces videó, amelyik szimpatikus, egy zöldes stílszerűen. Én akkor felszámok fehéret, és akkor együtt megnézzük. Ez fantasztikus már. Hát itt ugye a jövőbeli stadionnak a látványterve szurkolókkal, a grafikával is egy pár, ez ugye a Ferences Újpest meccsen, a márciusi utolsó Fradi Újpest meccsnek a szurkolói koreográfiája volt látható. Utalva közel 39 évet megélt régi stadionunkra. Itt pedig csupi szenzációs 92. percben előtt gombagoljon, mert az Újpestet kétvára fektettük, hát mindannyiunknak szívet melengető érzés. Hát egész impozáns, tehát ez éjjeli megvilágításban ez egy egész egyszerűen kis ékszerdoboz lesz. Az utolsó mérkőzésre egy csodálatos koreográfiával készültek a szurkolóink. Ez 74 és 2013 jelent meg az élőképeken, utalva a Ferencvárosi stadion 39 évet ért meg a stadion. Mindannyiunknak a szívéhez nőtt, de gondolom az új szentélyben aztán mindenki otthon fogja magát érezni végképp. A Pénzverde felül oldalon lesz a hazai béközép, a vendégek pedig a Gyáli úti sarokban lesznek elhelyezve. A családbarát lesz a stadion, a saját ülőhelyükről rendelhetnek a büféből, megrendelik a következő meccsnek a belépőjét, tehát teljesen egy interaktív ilyen wifi hálózat lesz képítve a stadionban. A biciklikről azt kell tudni, a két kerékpárról, hogy a két kedves látogató a
sebességüktől függően versenyeznek az épülő stadion, ahogy elindulnak, elkezdenek tekerni, akkor elindulnak egy ilyen virtuális körúton az épülő stadion körül. És most az a verseny, hogy melyik tudja először körbe biciklizni az épülő stadion. És ugye a videókat folyamatosan cserélik majd a videóban, tehát ahogy épül, igen, tehát fantasztikus. Igen. Neked hogy tetszik? Milyen érzés, hogy így hát az épülő? Igazából életű, és mi vidékről jöttünk, és úgy ottunk, hogyha megyünk Pesten, és szeretem a Fradit, hogy megnézzük a stadiont, és így sokkal jobb nézni, mint hogy csak kívülről látni. Várjátok már nagyon az új stadiont? Igen. Itt szeretném lenni a nyitó meccsen is. Egy sportágválasztó ajánlónk van, ha esetleg ilyen fiatal srácok, lányok jönnek, akkor ők, hogy mihez van affinitásuk, mihez éreznek kedvet, kiválasztják, hogy melyik sportág lenne számukra megfelelően. Szeretik a strandot, jó a gömbérzék, szeretik a hideget, és akkor lehet, hogy jégkorong fele. Élvezem a strandot nagyon. Mm-hmm. Hát az előbb elizonyítottam, hogy nagyon. Nem szeretem a hideget. Semennyire. Akkor nem a jégkorong lesz a kedvenc sportágom. Inkább egyedül nézek szembe a kihívásokkal nagyon. A test és szellem egyességet kell, hogy alkosson nagyon. Focizni már nem fogok. Kerekkenő, kerékpár és úszás. Jó. Ezt ajánlják neked. Hát, ha esetleg úgy gondoltad, hogy affinitást érzel, akkor várunk szeretettel a szakosztályainál. Oda jön a múzeum és a shop látható, illetve található. Hát ő most a mini kis szentélyünk, őnek a ékszerdoboza, a legszebb és legértékesebb trófeájának a gyűjtőhelye. Hát persze azt előre tisztáznunk kell, ez a töredéke, tehát itt körülbelül olyan 150 tárgy található most. Azért a múzeum azért közel 2000 tárgyal működik, ez még a Népligetben tekinthető meg. Hát az új múzeum, az új stadionban ugye sokkal nagyobb múzeum áll majd a rendelkezésünk, egy terület. És oda azért jóval több tárgyat át tudunk majd vinni. Próbáltuk a legemlékezetesebb és a legértékesebb trófeánkat itt összegyűjteni. Nézzük hát, is példákat. Hát már is ugye a legelső, amit meg tudnék mutatni, ő a VVK, a Vásárvárosok kupája. Őt 1965-ben nyertük, és ami még emeli az értékét, hogy idegenben, Torinóban vertük meg a Juventus-t 1-0-ra, egy mérkőzés döntött, és Fenyvesi doktor gólyával, Fejes gólyával 1-0-ra nyertünk a Juventus otthonában. És ez az egyetlen, mindmáig az egyetlen nemzetközi kupa, amit magyar csapat elhódított, mert ugye a Vásárvárosok kupája az az UEFA kupa, ezáltal az Európa Ligának a jogelődje. Ami még szintén egy nagyon érdekes, a Nyírasi Tibornak az ezüst cipője látható. Hát ennek is egy érdekes története van, mert ugye Nyíres Tibor 30 gólt szerzett a 80-81-es bajnokságban, és ugye véget ért a bajnokság, 30 gól, és elmentek ugye pihenni abba a tudatba, hogy a mögötte következő bolgár játékos 27 góllal áll, de nekik még volt hátra egy meccsük. És hogy nem, ugye 4 gól kellett a bolgár játékosnak, hogy megelőzze Nyilasi Tibit, és hogy nem, 4-3-ra nyertek a bolgár csapat, és pont 4 gólt rúgott a bolgár úriember, úgyhogy sajnos Nyilasi Tibor csak ezüstcipős lett, de a szemünkben ő továbbra is egy igazi legenda. És jelenleg pedig ugye a Ferencvárosnak a minden igényt kielégítő shopjában vagyunk, ahol rengeteg a sapkától a zászlókon, a mezeken keresztül melegítő, kisebb kiegészítők, hűtőmágnes, kulcstartó, tehát elképesztő mennyiségben vannak erekiék, tárgyak, amiket megvásárolnak a kedves szurkolóink. Mindenkit szeretettel várunk, akár egy látogatásra, egy interaktív látogatásra, egy kis játékra, egy kis multidézésre és egy kis vásárlásra. Az emelet mely pontja, illetve mely itt a shopban is például, mely eszközök, vagy mely tárgyak, amelyek ugye a legnépszerűbbek általában a látogatók szempontjából? Hát az idősebb korosztály az elsősorban múzeumot favorizálja, de rengeteg fiatal is jár be hozzánk, ami nagy büszkeséggel tölt el minket. Hát természetesen a legnépszerűbb az emelet, a csocsó. Hát ott órákat el tudnak a játékosok játszani, a szurkolók játszani, és kint pedig a rugófal az is folyamatosan dübörög a fal a fejünk fölött a múzeumban, ugye, és de ugye az egészet kedvelik, tehát azt vettem észre, hogy sokáig itt tartózkodnak az emberek, jól érzik itt magukat, aminek mi nagyon örülünk.